Bridget Veninger, Eve Tarlett, 24 karácsonyi mese. 9. fejezet. Marci sája. A november volt Marci kedvenc hónapja. Azért szerette annyira, mert novemberben volt a születésnapja méghozzá pontosan Szent Márton napján. Mindig délután ünnepelték, finom süteményekkel, meg tortával, és persze sok-sok ajándékkal. Este pedig Marci részt vett az édesanyjával a főtéren tartott lampionos felvonuláson, ahol boldogan énekelt együtt a többiekkel. Ezen a napon azonban Marci nagy bejelentést tett. Most már nagy fiú vagyok, egyedül szeretnék elmenni. Az édesanyja egy pillanatig töprengett, aztán rábólintott. Rendben, ha így gondolod, akkor elengedlek. Marci felvette a kabátját, és a nyaka köré tekerte a kedvenc csíkos sáját. A mamája nem szerette ezt a sálat, és most sem hagyta megjegyzés nélkül. Mondd csak, muszáj ezt a fura sálat viselned? Marci csak mosolygott. A zsebébe sülyeztette egy kis apró pénzt, hogy tudjon majd vásárolni magának egy pohár forró gyümölcspuncsot és egy kis fánkot. Majd meggyújtotta a lámpását, és nekivágott az útnak. A forgalomtól nem kellett tartania, a felvonulás miatt lezárták a városközpontot. Már javában gyülekeztek a téren a lámpásokat lóbáló felnőttek és gyerekek. Mindenki izgatott volt és vidám. Talán ezért nem vette észre senki, a koldust, aki egy sötét kapuájban kucorgott a templom szomszédságában. Marci azonban meglátta és megtorpant. Vajon ez a koldus csak egy színész, aki a Szent Mártonról szóló darabban fog játszani? Nem valószínű, állapította meg magában, hiszen akkor már a színpadon kellene lennie, vagy legalábbis lenne meleg kabátja. Marci látta, hogy a koldus diterág. Nagyon megsajnálta és odalépett hozzá. Szeretett volna segíteni rajta, de hogyan? Szent Márton ketté a kabátját, és a felét egy koldusnak adta, de Marci kabátja biztosan kicsi lett volna kettejüknek. Amikor a lámpás fényköre rávilágított, a koldus meglepetten nézett fel. Mosolyogva a lámpásra mutatott, és mondott valamit egy idegen nyelven. Marci visszamosolygott, és megtapogatta a pénzét a zsebében. Egyszerűen csak adja oda a koldusnak, vagy hívja inkább meg egy forró italra. Ennek az embernek inkább meleg kabátra, csizmára és sára lenne szüksége. És ahogy ez eszébe jutott, tudta már, hogy mit kell tennie. Nagyszerű ötlete támadt. Jöjjön velem, kiáltott felizgatottan. Nagyon kérem, kövessen! A koldus tűnődve nézte a vadul integető kisfiút, aztán fájdalmas nyögéssel feltápászkodott, és a vékony zakó ujját fázó kezére rángatva megindult az ide-oda lángő lámpa és a siető gyerek nyomában. templom mögötti fényesen kivilágított kirakat előtt állt meg. Ez volt a használt ruhabolt, ahol a nagymamája is dolgozott jótékonyságból. Marci már jó néhányszor járt itt. Beszaladt a boltba, az összes pénzét a pultra tette, és azt kérdezte. Néni, kérem, kaphatnék ezért egy pár férfi csizmát? Vagy egy téli kabátot? Az eladónő jól megnézte Marcit, a lámpást, meg a koldust, és álmosolyodott. Igenis, Szent Marci, biztos, hogy találunk neki valamit. Gyorsan töltött egy bögre meleg teát a koldusnak, és hívta, hogy üljön le a tűz mellé. Hozott neki két pár gyapjúzoknit, meleg alsót, bélelcsizmát, egy inget, egy pulóvert, egy kabátot és egy puha kalapot, sőt, még egy pár kesztyűt is. Hogyhogy, ilyen sok ruhát kapunk ilyen kevés pénzért? Az eladó nő bólintott. Igen, sok kedves ember jár hozzánk, és pénzt adományoznak. Vagy olyan ruhákat, amelyeket már nem használnak, hogy mi odaadhassuk annak, akinek szüksége van rá. Ezután bevezette a koldust a fürdőszobába, ahol tisztálkodhatott, és át is öltözhetett. Amikor a koldus előlépett a téli ruhákban, ragyogó mosoly az arcán, és melegen megszorította az eladó kezét. Utána lehajolt Marcihoz, és az ő kezét is megrázta. Várjon csak, kiáltott fel a fiú. Még valami hiányzik. Azzal levette és gondosan a bácsi a köré tekerte a kedvenc csíkos sáját. Majd megint meggyújtotta a lámpását, vidám integetésről elbúcsúzott a koldustól, és már szaladt is a térre a többi gyerekhez. A szívét nagy melegség töltötte el, és az arca is kipirult, pedig már nem volt rajta a sája, sőt, még egy korty puncsot sem javott.